Sősrácok, ebben a videóban megmutatom nektek az egyik legjobb dropspotokat, amik egyaránt rankedben egy szóló, duó, trió, squad capokon is működhetnek. Ha érdekel, amit csinálok, akkor megköszönöm, hogyha feliratkozol és nyomsz egy lájkot, mivel lassan itt az 1000. Csumi. Az egyik hely Grand Glacier mellett jobbra található egy kis meredékes domb aljában. Azt ajánlom, először szálljatok ide fel, mivel itt is már alapból free loot található, 3 chest, 3 darab slurp barrels, ezeket mindenféleképpen üssétek ki, tényleg amit láttak slurp barrels, ezt üssétek ki, mivel az plusz fémet ad. Ha megvagytok a lootalassó, ziplánozzatok le erre a kis házacskára. Itt 2 darab slurp barrels alapból van, ha viszont bementek az ajtón, akkor tényleg rengeteg, ezeket mind üssétek ki, nagyon fontos. Hát ezeket kiütöttétek, akkor lootoljátok ki ezt a házat, amiben 2 chest és 4 ammo box található. Ha kilootoltátok, akkor itt a hegyen csúszatok le. Ha leértetek, akkor ilyen bánya féleséget kéne találnotok, ahol egyből 3 chest fogad titeket, ezeket mind kilootoljátok. Ha kilootoltátok, menjetek tovább kugolva. Itt lesz egy chest, amit ki kell nyitnotok, és aztán ki kell ütnötök. Ha kiütöttétek, akkor itt már simán végig tudtok menni. Végig mentetek, akkor alapból itt is 2 chest várhat titeket. Mind a kettőt kinyitjátok. Ha kinyitottátok, menjetek tovább. Itt ezt a kőt üssétek ki. Ha kiütöttétek, ússzatok be, és ez tényleg egy nagyon jó hely, itt rengeteg loot van, például már egyből egy chest, aztán mellette jobbra egy nagy ammo box, egy kis ammo box, és egy ilyen hűtőláda, egyből még itt egy chest is. Az viszont egy hátrány, hogy innen csak úgy tudtok kimenni, ha visszamentek azon az úton, amin jöttetek be. A második hely Snooty Steps mellett lenne egy ilyen kis ház. Ha szerencsétek van, pont erre jön a vonat. Ha leugrottatok, egyből egy floor loot fog itt az ajtó előtt várni. Nyissátok ki egyből a chestet. Nyissátok ki az ammo boxot. Menjetek fel a második emeletre. Üssétek ki mind a két ammo boxot. Ha megvagytok, akkor egyből menjetek le a pincébe. Ha leértetek, akkor 3 fegyver is fog titeket fogadni. Nekem egy sniper, egy pisztoly és egy shotgun volt, és ez már egy full kék lootot eredményezett számomra. Ha kilootoltátok, egyből menjetek hátra a ház mögött, itt egy tengerparton, repülőt üssétek ki a fém miatt, megkapjátok ugye a ládát is vele, felszeditek minden fontos healt vagy ammót. Itt bementek a házba, kinyitjátok a chestet. Ha ezt kinyitottátok, akkor menjetek át a másik házba, nyissátok ki a hűtőládát. Ez adott 2 floppert. Nyissátok ki a másik hűtőládát. Rengeteg hűtőláda van, tényleg. Ammó boxot is. És hogyha kilootoltátok, akkor induljatok el a móló fele. Tényleg, ha még nem tudtátok magatokat shield-el kifullozni, akkor itt 50 shield-et kaphattok barrelből. Ezt is azt ajánlom, hogy üssétek ki inkább, mert az jobb. Ha megvagytok, akkor horgászatok, amennyit csak tudtok. Ha kihorgáztátok a dolgokat, akkor pedeljetek el.